Húsz idős és öt segítő kapott eszközöket a délhevesi városban. A segítők ezek az aktív évekért közhasznú nonprofit Kft. végezte kérdőéves megkérdezés alapján a kiválasztást. Szabó Zsolt, a lebonyolító minisztérium államtitkára, egyben a térség országgyűlési képviselője az eszközök átadása előtt arról beszélt, dicséretes, hogy ebben a korban is érdeklődnek az idősek a modern eszközök használatához kellő ismeretek elsajátítása iránt, és arra biztatta a szépkorúakat, hogy maradjanak nyitottak az újdonságok iránt az életben. Azért indította a Fejlesztési Minisztérium ezt a programot, ugye jön a széles sávú internet, hogy tudjunk segíteni. Hogy lehet a világgal kommunikálni, hogy lehessen azt látni, hogy nem csak a tévé van, nem csak a rádióban, hanem van egy másik világ is, ez a számítógép világa. Az meg külön csodálatos dolog, ha mondjuk az unokákat megelőzik, mert jobban tudják kezelni már, mint az unokák, és az unokák kérdeznek majd maguktól, hogy mama, papa, hogy kell ezt a gépet kezelni. Magyar Csilla, kisköre polgármestere a Városi Könyvtárban tartott eseményen megköszönte a fiatalos lendületet és a fiatalos hozzáállást. A programhoz szükséges infokommunikációs eszközöket, az internet hozzáférést és az objektív egészségi adatok mérésére alkalmas 1500 állapotmérő vészjelző karórát a kormányzati informatikai fejlesztési ügynökség biztosítja az erre rászoruló idősek részére. A beszédek végén személyenként szólítva adták át a számítógépeket új tulajdonosaiknak.